Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Balta Tusák János vagyok, PPA igazgató. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Balta Tusák Nébolya vagyok, PPA igazgató. Először is megkérek mindenkit, hogy a telefonját némítsák el, közben ne zavarja az előadást. Ezt otthon is érdemes megtenni. Érdemes jegyzetelni, ha bármi kérdésük vagy megbeszélni valójuk lenne, írják fel, és akkor végén lesz rá lehetőség, hogy választ kapjanak. A mai képzés két részből fog állni, egy díjmentes ember és életjobbító. Előadás lesz először, és utána pedig a jelen havi témánk, az elnyomás feloldó coach képzés. A szünetekkel együtt kb. 3,5 órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Szóval a PPH előtt és sok évvel ezelőtt vasesztergályos voltam, azt hittem, hogy kamionsofőr leszek egyébként, mert mindig arra készültem, de be kellett látnom, hogy annyira én nem vagyok való semmilyen hétköznapi munkahelyre. Még nem elértem a spirituális dolgokig, abba aztán jó belemártóztam, és amikor már sokfele voltunk, és már sok mindent megtanultunk, meg átéltünk a feleségemmel, többször volt bukás belőle, meg volt belőle siker is, az körülbelül mindig nekem köszönhető volt. Mondtam az asszonynak, hogy most már nem megyünk sehova, mert unom az egészet, itt jön ki a könyökön, mindig ugyanazt mondják. Abba hagytam az egészet, akkor találtam meg Szedlacsik Miklóst. És akkor rákattintottam a weboldalra, mint ahogy az első, most először nézők is láthatnak minket a weboldalról, vagy netalántán felvételről, vagy YouTube-ról. Ugyanígy kezdtem én is, és elkezdtem nézni Szedlacsik Miklóst, hogy ő miket mond, milyen dolgokat használ. Hát ugye akkor még közel sem volt ennyire meg az a nagy cél, amiért küzdünk, úgymond. Akkor kisebb dolgok voltak, de nekem meggyőző volt, hogy ezt ki kell próbálni. És hát volt is otthon 17 000 forintunk, abból 15-öt rögtön befizettem tandíjba, hogy vállaljunk egy kis kockázatot is, és így indult a mi pályafutásunk. Amit sosem bántunk meg, sőt, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy főleg aki látta a tegnapi napot, utána én még lelkesebbé váltam, elmondom, megint bizonyítva lett, hogy kit kell követni. Nekem teljesen ez jött le, és minden jó úgy, ahogy van, és tök jó úton vagyunk, és így kell csinálni. Szóval nekem ez óriási volt megint. Kicsit tekerni rajta, hogy mi van még ott? Annyira figyel. Igen. És azért, ugye ezért azt már elmondtam, hogy miért kezdtünk a Nyílt Akadémiánál tanulni. Ibolya meg elmondja, hogy ő hogy kezdte el. Még annyit elmondanák, hogy Gyuláról érkeztünk, házasságban élünk, van egy 14 éves lányunk. Hát én azért kezdtem el igazából, mint a párom elmondta, hogy mindegyikünket érdekelte, úgymond a spiritualitás dolgok, az ezotéria. Tehát valahogy nem hétköznapi módon gondolkoztunk, talán azt tudom mondani. És mint jó pár vagy feleség, én mindig valóban tényleg követtem a páromat egyébként. És néha... Hősiesen. Igen, hősiesen. Néha voltak tényleg olyan képzések egyébként, hogy elmentünk, és nekem nagyon nem evilági volt, de mindig mentem utána, követtem, hogy meg fogom majd érteni. Aztán voltak tényleg valóban olyan életünk, amikor hiába mentünk mi bármere, hogy megjavítsuk a legfőképpen mi először is a párkapcsolatunk, talán már azért voltak problémák vele, két oroszlán, és tehát nem kaptunk se. Kellett egy oroszlán szelídítő. Igen, kerestük, és igazából nem kaptuk meg sehol, és én azt mondtam, hogy én már most már nem megyek sem erre. Aztán párom kezdte először itt a tanulást a PPH-nál, és eltelt 4 hónap, és azt mondtam, hogy ez az a hely, ahova én is csatlakozni szeretnék. És ez már most 7. éve, hogy itt vagyunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt életünk végéig. Itt leszünk, és tanulunk, és fejlődünk, mert itt valóban megkaptuk azt, amire vágytunk, amit szerettünk volna. Tehát az életünket helyesen kezelni. Egy boldog életet kapjunk, és tehát egy új világot kapsz. Tehát nem csak az ember és az élet működését tudjuk megtanulni, hanem azt, hogy a világ hogy működik. Persze ezt azért tudjuk ilyen jól megérteni és megkapni, amivel a mesterünk, akinek hatalmas
tudása van és tapasztalata, és számomra nagyon fontos, hogy egy hiteles ember. Hát már beszéltünk is, ugye még a nevét nem mondtuk ki, hogy Szedlacsik Miklós lesz a mai képzés előadója. A legnagyobb tudású és tapasztalatú mester, coach és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres, boldog személyekké váljanak, akik megtanulnak szeretetben élni és használni mindazt, ami bennük rejlik. Ezáltal megvalósíthassák vágyaikat és szenvedéllyel követhessék céljaikat. Szedlacsik Miklós sikereinek titka nem a szerencse, hanem a hit és a meggyőződés. Budapesten élt családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. 2 fiúgyermeket neveltek. Vezetünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki minden napokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz hozzákap résztes információt és tudást a Teremtőjétől, Jóistenétől. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítanak, de azok legtöbb ember számára érthetlenek. Neki van a legrésztesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelésre, hogy képes legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jön és tartsa meg a mai előadást nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örömömre szolgál, hogy ismét együtt lehetünk. Mennyire vagytok elégedettek a saját életetekkel? Hát, hogyha valaki elégedett a saját életével, akkor alapvetően van egy gond. Az, hogy a jó élet, tehát a kiváló élet legnagyobb akadálya a jó élet. Tehát a kiváló élet legnagyobb akadálya a jó élet. Tehát az elégedett ember az nem nagyon akar tanulni, változni, fejlődni. Mert ez úgy működik, hogy amikor az ember mondjuk megismerkedik olyan dolgokkal, mint amivel mi foglalkozunk, szellemiséggel, akkor ugye vannak olyan emberek, akik nyitottak rá. Vannak olyan emberek, akik nem nyitottak rá. És ugye nem is az a kérdés, hogy az ember mennyire nyitott a szellemiségre, mert ugye aki nyitott a szellemiségre, akkor az jó dolognak tartja a szellemiséget, és hogy több tudása, információja legyen, hát elkezd tanulni, és elkezdi magát fejleszteni. De itt nem is a tanulás és a fejlődés a kérdés, mert ugyanis én azt látom, hogy a világon nagyon sok ember tanul, hát itt Magyarországon is több tízezer, vagy azt is lehetne mondani, hogy időnként pár százezer ember is részt vesz valamilyen fejlesztő képzésen. Ez a fejlesztő képzéshez lehet
szellemi, vagy spirituális, vagy akár ezoterikus, de lehet személyiségfejlesztő, vagy olyan, amivel az illető valami olyan dolgot old meg, ami éppen problémát jelent az életében és az életéhez szükséges. Tehát mondhatjuk azt, hogy az ember és az élet működésével kapcsolatos információk, tudás, amihez hozzájutnak emberek, és viszonylag nagyon sokan, mert ha tudnak lenni rendszeresen képzések, akkor akár havi szinten itt Magyarországon a 10 millió emberből hát ilyen 1-200 ezer is igénybe vehet valamilyen képzést, ugye azért is, mert hát már erre alkalmas az internet, és azért sok minden fönn van az interneten, akár díjmentesen is, és hát ugye persze képzések és képzések közt óriási különbség van, de most nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy igazából rengetegen vesznek részt képzéseken, vagy úgy vélik, hogy képzéseken vesznek részt, és akkor ugye megkérdezném, hogy vajon mennyiben változtatott az életeden bármilyen képzés, ami az iskoládon túl történt, tehát most vegyük ki a gyerekkori képzéseket, tehát felnőtt képzés, de mondom akár olyan képzés is, amit úgy az interneten találtál, és akár díjmentesen igénybe veszed, vajon mennyit változtatott az életeden mondjuk pozitív irányba? Hát emberek ma Magyarországon legalább 3-4-500 ezer ember vagy részt vett, vagy részt vesz képzéseken. És akkor van, aki abba hagyta, miért? Mert azt vette észre, hogy semmit nem változott az élete. Nem? Van, aki nem folytatta, miért? Mert azt látta, hogy semmit nem változott az élete. És egy kis rész az, amelynek a képzések hatására változott az élete. De vajon miért van ez így? Mert ugye most gondoljunk végig. Mit tudom én, mondjuk tanul az ember arról, hogy nagyon sok szervezet tanít ilyeneket, hogy mire jó ilyen egészségtermék, vagy olyan egészségtermék, vagy olyan egészségtermék. És az emberek tanulnak arról, hogy mondjuk hogyan legyenek mondjuk különböző termékek révén egészségesebbek, vagy esetleg mondjuk különböző termékek révén hogyan ne legyenek egészségtelenek, tehát úgy értve, hogy ne legyenek betegek. És én azt láttam, hogy mégis akik ilyeneket tanulnak, mondhatjuk azt, hogy ugyanolyan mértékben, szinte ugyanolyan mértékben lesznek betegek, mint akik nem tanultak ilyeneket. Akkor ugye láttam azt is, hogy vannak, akik részt vesznek ilyen személyiségfejlesztő képzéseken, tehát ahol ugye az emberek megtanulnak jobban bánni a környezetükben lévő emberekkel, ugye ez a célja ezeknek a képzéseknek. És akkor azt látom, hogy az ilyen területeken mégis ugyanúgy elválnak az emberek, mégis ugyanúgy vannak konfliktusok az emberek között, tehát nagy változást ugye azokon a területeken nem láttam, hogy az emberek nagyon komoly változáson mentek volna át. És akkor vannak olyan területek, ahol
ugye az élet és az ember működéséről adnak információkat, és akkor azt látom, hogy hát de az emberek élete az alapvetően mégsem válik jobbá. Hát ugye ha megnézzük, mind a háromra igazából szükség van, nem? Hát arra is szükség lenne, hogy az ember egészségesen élje az életét, arra is szükség lenne, hogy az ember mondjuk tudjon bánni más emberekkel, de arra is szükség lenne, hogy az ember ismerje az élet és az ember működését. És ha esetleg valaki mondjuk olyan helyen tanul, ahol mind a háromról kap információkat, az nem sok hely a világon, csak úgy mondanám, azt szerintem egy-két kezünkön megszámolhatnánk az egész világban, hogy hol van olyan hely, ahol mind a háromról tudnak tanítani. Tehát és nem csak magyar nyelvről beszélek, hanem bármilyen más nyelven. És főleg úgy, hogy mondjuk egy előadó révén, na arra aztán még inkább befizetek. Szóval a lényeg az, hogy mondjuk ha talál az ember egy olyan helyet, mert ugye emberek esetleg találtak már, és akkor mégis azt látni, hogy olyan sokat nem változott az életük. Mert hát most gondold végig, alapvetően mondjuk aki tanul az egészségről és az egészségtermékekről, vagy tanul mondjuk az emberi bánásmóddal kapcsolatos dolgokról, vagy esetleg tanul mondjuk az ember és az élet működéséről, akkor vajon miért tanul? Tehát miért? Hát a legtöbb ember vajon miért tanul? Hát nagyon egyszerű, hogy saját maga boldoguljon. Na most, de ha te saját magad akarsz boldogulni, és ebben a tudatban maradsz, hogy teljesen jó lenne az a képzés arra, hogy én boldoguljak, akkor az édes kevés ahhoz, hogy utána boldogulj. Tehát ha megnézed, mi különbség van akkor ahhoz képest, mint például valaki mondjuk, mit tudom én, csak mondok egy példát, könyvelőként dolgozik, vagy bármilyen szakterületen dolgozik, és azért dolgozik, vagy azért van ott, mert boldogulni akar. Különbség van a kettő között? Hát szinte semmi, nem? Az egyik ember is azért van ott, mert boldogulni akar, a másik ember is azért van ott, mert boldogulni akar, nem? Csak éppen egy kicsit különbség van a kettő között, mert az egyik mondjuk egy munkahelyen akar boldogulni, a másik meg mondjuk egy képzéshelyen akar boldogulni. Plusz még a munkahelyén is természetesen. De hát gondoljátok végig, hát hogyha ez a módszer működne, akkor mindenki boldogulna, nem? Hát ez elvetélt módszer. Ez sosem működött igazán. Hanem akkor mi a fontos? Hát itt van 8 olyan terület, ami meghatározza egy lény, egy emberi lény működését. És attól függő a boldogulása, hogy ezeken a területeken ő mit ügyködik. Ez a 8 terület a következő. Ugye először a saját magad. Másodszor a családod. Harmadszor, tehát harmadik a sorban, valamilyen közösség. A negyedik az emberiség. Az ötödik az élőlények a bolygón. A hatodik
az anyag a bolygón, minden ami anyagból van. A hetedik az a tudás, a szellemiség, a lélek, és a nyolcadik pedig a teremtő, teremtők. Itt van 8 terület. Eszedbe jutott-e azt, az, hogy azért kell valamit tenni, hogy a 8 terület boldoguljon. Ne az az 1 vagy az a 2, hanem a 8. A nem tudás nem mentesítő körülmény. Tudjuk jól. Soha nem volt mentesítő körülmény a nem tudás. Attól, hogy valaki nem tud valamilyen információt, az nem mentesítő körülmény. Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy nem jó az emberek hozzáállása. Mert az emberek hozzáállása az kiindul saját magukból és a családjukból, a többi le van, ezbetűvel kezdődik és alva végződik. Jó? Akárminek gondolhatod. Jó, tehát gondoljuk végig. Csak ez nem így működik. És ez, az sem mentesítő körülmény, hogy te nem tudod, hogy nem így működik. Mert addig, míg én nem tudtam, hogy ez így működik, hogy ez a 8 hajtóerőért kell, vagy 8 területért kell tenni, hát addig egész más volt az életem. Nem olyan, mint amit igazából szerettem volna. Tehát én is belefértem abba, hogy a nem tudás az nem mentesítő körülmény. Tehát most gondold végig, hogy amikor az életedben cselekszel, akkor vajon ezért a 8 területért cselekszel? Biztos nem. Tehát ez a 8 terület itt a bolygón, ha egyet kiszedsz belőle, bármelyiket, akkor a többi 7 sem működik. Gondold végig, ebből a 8 területből kiszeded az egyént. Ha egyén nincs, akkor nincs család, akkor nincsenek közösségek, akkor nincs emberiség, akkor ugye nincs, az biztos, hogy nincs, tudás, lélek, szellemiség, oké? Akkor ki tudja, akkor mi lenne a bolygóval, ki mi lenne az élőlényekkel, mert ugye most a gyakorlatilag ez a bolygó az emberiségnek lett létrehozva. De ugye nem olyan értelemben, mint sokan gondolják, mert ugye sokan azt gondolják, hogy ha valami nekem lett létrehozva, gondolja magáról az illető, hát akkor én abban azt csinálok, amit akarok. Hát mert hogyha az ember, ami létre lett hozva az ember számára, maga a bolygó és azon lévő minden az ember számára lett létrehozva, ha ezt az ember tönkre teszi, vagy tönkre tenné, akkor egy alkalmatlan lény az ember arra, hogy bármikor a jövőben neki létrehozzanak bármit. Nem tudom, elég világos voltam. És onnantól kezdve gondold végig, hogy létrehozták az emberiségnek ezt a bolygót, egyébként ez a 7. emberiség, és az azt jelenti, hogy ha végignéztük ezt a 8 hajtóerőt, és az egyén kiesik, akkor minek az élőlény, és minek az anyag a Földön, és minek a bolygó?
Érted? Tehát ez a bolygó azért lett létrehozva, hogy egy kísérletet végig tudjanak csinálni az emberiséggel kapcsolatosan. Ha tetszik neked, ha nem, akkor is ez így van. És ez azt jelenti, hogy a kísérletben maga a bolygó és a bolygóhoz tartozó élőlények és anyag, és ugye beleértve az egész bolygót, mert az is egy anyag, az gyakorlatilag a kísérlet eszköze. Ez olyan, mint mikor van egy kutató laborba, mit tudom én, fogják és kísérleteznek evvel, avval, amavval, az anyaggal, és akkor elegyítik. Most ez az elegy, ez a 8 terület. Oké? Amiből ugye az ember egy jelentős terület, mert megnézzük, a fele az egésznek. Tehát látni, hogy az egész az emberiséget szolgálja, hiszen ebből a 8-ból a fele az emberiség. Hiszen ott van az egyén, a családok, a közösségek, és ott van maga az emberiség. Az 4 terület ebből az egészből, a 8-ból. A többi az mind-mind külön terület, hiszen külön van az élőlények, külön van az anyag, külön van a tudás, a lélek, de ha jobban megnézzük, az is az emberhez kapcsolódik. A szellemiség, ugye ez még mindig ugyanaz a terület, tehát akkor nem is 8, hanem 5 terület ebből az ember. Érted? Emberre vonatkozó terület. Közvetlenül az emberre vonatkozó terület. Tehát látni, hogy ez az egész az emberekre lett kitalálva. A bolygó az a része ennek a kísérletnek. Ha az emberiség veszik azért, mert nem teljesíti a kísérlet célját, akkor veszik a bolygó is. Mert azért lett létrehozva a bolygó. Világos ez? Azért lett létrehozva az élőlények, azért lettek létrehozva az anyag ezen a bolygón. A levegő, a vizek, stb. Stb. Ugye az anyag. Maga a termőföld, stb. Stb. Ezért lett létrehozva. Hogy a kísérletben, az emberek kísérletében, tehát nem a bolygóval kísérleteznek, hanem az emberrel kísérleteznek. Hogy de mi a kísérlet tárgya? Az a kísérlet tárgya, hogy vajon képes-e az irányba fejlődni, ami irányba szeretnénk. Ezt mondták a fentél. És milyen irányba kell fejlődni? Hogy képes legyen a legnagyobb jó érdekében cselekedni. Mindig a legnagyobb jó érdekében cselekedni. Érted? Tehát mindig. És a legnagyobb jó, ez a 8 terület. Érted? Önmagáért, a családjáért, egy közösségért, az emberiségért, az élőlényekért, az anyagért, ami létezik, és az anyag az nem csak a Földön létezik, hanem a világegyetemben is. A tudásért, a szellemiségért, ugye ez egy terület, a tudásért, a szellemiségért, az értelemért, és 8. területként pedig a fenti lények, az isteni lények. Beletartozva teremtő is természetesen. De ugye milyen isteni lényekről van szó? Azok a lények, akikhez tartozunk. Mondhatjuk úgy, hogy hivatalosan. Hivatalosan. Most az a legnagyobb probléma, azt értsétek meg, hogy az emberiség nem csak van ezen a bolygón.
hanem az emberiséggel kapcsolatos kísérlet. Ehhez lett kialakítva minden ezen a bolygón. És ha ez a kísérlet rossz végfejleményt fog mutatni, akkor nincs szükség erre az egészre, amit van, amit úgy hívnak, hogy Föld, beleértve az emberiséget is. Természetesen. De szeretnék egy kis vigasztalást mondani ebben kapcsolatban, hogy van egy másik ugyanilyen kísérlet az univerzum egy másik részén, ahol már az a kísérlet befejeződött, ahol már aranykor van. És az azt jelenti, hogy az az emberiség már teljesítette a kísérlet végcélját. De a jelenlegi, a Földön lévő emberiség az még nem. És ha fölnézel az égre, nem ilyenkor, hanem éjszaka, akkor kismillió csillagot látsz. És az úgy van, hogy ahol csillagok vannak, ott bolygók is vannak, és általában több, mint ami a csillag az égen. Tehát a világegyetemben több bolygó van, mint ahány csillag az égen. És gondold végig, akkor egy bolygóval kevesebb vagy több, mekkora veszteség? Nem nekünk, nem rólunk van szó. Nekik. Ugye a világegyetem az több univerzumból áll, és egy univerzum abból megszámolhatatlan sok csillagból áll. Egy univerzum. Ha megszámolhatatlanul sok csillagból áll egy univerzum, akkor a mi univerzumunk is. És gondold végig, hogy abban akkor mennyi bolygó van, ha a csillagok megszámolhatatlanul sokan vannak. Tehát az azt jelenti, hogy 3, 4-szer, 5-szer, 10-szer, 20-szor annyi bolygó van, mint csillag. Ami annyit jelent, hogy milliárd, milliárd, milliárd bolygó van a mi univerzumunkban. Egyet több vagy kevesebb? Mit számít? Persze, akik itt laknak a bolygón, azoknak számít. Nem kéne ezt a bolygót, mivel az otthonunk, megóvni. Vagy az otthonadat nem óvod? Nem vigyázol rá? Hogy tudjuk megóvni ezt a bolygót? Hogyha az a kísérlet végeredménye, amiben vagyunk emberek ebben a kísérletben, annak a végeredménye az, amit ebből a kísérletből várni szeretnének. És vajon mit szeretnének várni ebből a kísérletből? Azt, hogy aranykor legyen itt is. Ami a másik bolygón is úgy volt, hogy egy pontból indult ki. Először ugye egyes országoknál lett aranykor, azt utána az egész bolygón lett aranykor. És egy pontból indult ki. A tudás az mindig egy pontból indult ki.
ezen a bolygón is, a múltban is, amikor volt már aranykor valahol, valamilyen területen, mindig egy pontból indult ki. Ugye gondold végig, az otthonodat véded, az otthonodat szereted, az otthonodat gondozod, hát ez kellene ezzel a bolygóval is. Hát most gondold végig, ha valaki úgy próbálja gondozni a saját otthonát, ápolni az otthonát, hogy rossz állapotú. Láttál már ilyet? Láttál már rossz állapotú embereket? És voltál az otthonukban? És mit láttál ott? Kupit, így van. Koszt, mocskot, nem? Majd oda ragadta a kilincshez, nem? Nem is volt. És nem látsz, nem tudom, látsz-e valami hasonlóságot most, ugye az emberiség otthonával kapcsolatban. Azt látod, hogy a többség az jó állapotú? Azt látni, hogy a többsége az embereknek az rossz állapotú. És az következménye annak, mint ami a lakásánál is a következmény. Hogy a mocsok eszi meg a lakását, érted? Szó szerint, meg őt is. Vagy rosszul látom? És gondold végig, hogy az emberiség jó része rossz állapotú, akkor az emberiség otthona ez a bolygó, akkor a bolygó lesz mocsok, meg ragadós, meg koszos, meg minden, érted? Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy rossz állapotú ember, hogyha jobban megvizsgáljuk, akár megmérjük ezt a rossz állapotú embert, akkor felfedezhető az, hogy alacsony a rezgése. És az alacsony rezgés miatt ugye neki nincs elég energiája, ez az egyik, meg másik furcsa mód, elkezd minden hamar tönkre menni nála az otthonában. Sokkal hamarabb, mintha magas rezgésű lenne. És akkor most képzeld el, itt van az emberiség, amely hagyja, hogy a rezgése az csökkenjen. Tehát nyilván nem az emberiség hagyja, hanem az emberek hagyják, hogy a rezgésük alacsony legyen. Ezzel ugyanazt a hatást érik el, mint az otthonuknál. Az egész elkezd tönkre menni. Érted? Tehát egy jó állapotú ember adja el mondjuk a lakását, akkor beköltözhet a következő a lakó egy jó állapotú lakásba. Ha egy rossz állapotú ember adja el a lakását, akkor beköltözhet a következő lakó egy rossz állapotú lakásba. Érted? Magyarul kezdheti a felújítással. Hát ilyen dolgokat is kellett az életemben tapasztalni, úgyhogy nem légből kapom ezeket a dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, az emberek rezgése, tehát hangulata, rezgése, ez párhuzamosan összefügg, ez csökken. És az ember egy különleges lény, ezért jó, ha tudjuk ezt a hetedik hajtóerőt, hogy hogy is működik a lélek, hogy is működik a tudat, hogy is működik a szellemiségünk. Mert ha az ember ismeri ezt a hetedik területet,
akkor tudja azt, hogy mindenhez, ami anyagból van, az ember rezgése a saját környezetében hat arra az anyagra. És ha az emberiségről beszélünk, vagy akár elég, mit tudom én mondjuk, egy földrészről beszélni, azon a földrészről lévő emberek rezgése, az hat arra a földrészre. Hát vannak olyan népek a Földön, amely sáska nép, amely fogja, és annyira lusta, hogy bármit újítson, bármit telepítsen, bármit fejlesszen, javítson. Ezért mit csinál? Feléli a környezetét, utána odébb áll, feléli azt a környezetet is, majd odébb áll, és feléli azt a környezetet is, mint a sáskák. Vannak ilyen népek, amelyik azt Atlantisról erednek, Atlantis végóráiból erednek, de itt vannak ebben az emberiségben is. És úgy látni, hogy egyre inkább ráveszik az embereket, a népeket, hogy ilyen sáska népként működjenek. Szó szerint. És ennek következménye például, hogy kivágják az erdőket. Érted? És akkor csodálkozunk, hogy melegszik a bolygó. Hát minél több a sivatag, vagy a fél sivatag a bolygón, annál inkább melegedni fog. Természetes dolog. És mivel melegszik, ugye tudjátok, ezáltal nagyobb a párolgás, hiszen a Föld 70%-a az víz. És ez mit fog eredményezni, ez a nagyobb párolgás? Hogy bizonyos területeken özönvízszerű esőzés. Érted? Más területeken meg kiszáradás. És ez van, ha megnézed. Ez van. Vágjuk ki az erdőt, és akkor ne csodálkozzunk, vagy az erdőket, és ne csodálkozzunk, hogy felmelegszik a bolygó. Hát itt próbálnak tenni azért, ugye, hogy mit tudom én, kevesebb energiát fogyaszt. Mit tudom én, kitalálnak ebben kapcsolatban mindenféle baromságot, de tényleg. De azzal nem foglalkoznak, hogy ne vágják ki az erdőket. Érted? Tehát az erdő kivágása az több bajt okoz, mint bármilyen CO kibocsátás. Eleve kezdjük azzal, hogyha több, ez megállapított tény, utána tudsz nézni. Ha több a széndioxid a légkörben, akkor a növények gyorsabban nőnek, ugyanis a széndioksziddal táplálkoznak, és oxigént állítanak elő belőle. És az azt jelenti, hogy minél több széndioxid van a légkörben, annál gyorsabb a növények növekedése. De ha nincs növény, az nem tud növekedni. A füved az udvarodon nem tud óriás fa lenni. A sose fog ménykű sok CO-t lekötni és oxigént csinálni belőle. A fák azok igen. Szóval gondoljuk végig, megetetik az embereket minden hülyeséggel, és közben a lények fölött meg elsikkadnak az emberek. Hát régen
Ugye én régen is a 15. kerületbe raktam, most is. Régen nem tudtam úgy elmenni egy telek mellett, hogy nem volt ott egy csomó gyümölcsfa. Érted? Most szinte nem tudok úgy elmenni egy telek mellett, hogy ott gyümölcsfa legyen. Érted? Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy megbolondultak az emberek, füvet akarsz zabálni? Mi vagy te, marha? Mert a marha zabál füvet, nem? Jó, de ez nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az emberek rezgése alacsony, és ezáltal hát nem teljesítjük a kísérlet végfejleményét. Egy alacsony rezgésű ember bármilyen döntést hoz, a döntéseinek nagyon nagy része helytelen. Ezáltal, ha cselekszik a döntése nyomán, helytelen dolgokat tesz. De kérdés az, hogy egy rossz állapotú ember mer-e egyáltalán döntést hozni? Ez a legjobb kérdés. Mert a legtöbb rossz állapotú ember nem mer döntést hozni, mivel félelem van benne. Ha nem hozok döntést, ugye mondják a félelemben lévő emberek, akkor jaj de jó, nem kell cselekedni. Mert a döntések nyomán cselekszel, ha nem döntesz, nem kell cselekedni. Ez olyan, mint mikor valaki fölvesz hitelt, az majd lesz valahogy. Mert sokan így vettek föl hitelt. Higgyétek el, hogy majd lesz valahogy. És visszafizetjük, vagy nem fizetjük, ki tudja. Majd lesz valahogy. Olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna. Ezen az elven működik, és nem csak a hitel területén működnek így az emberek már, hanem rengeteg területen, érted? Hogy nem hoznak döntést, hát majd lesz valahogy, érted? És akkor hála Istennek, akkor nem kell cselekedni. És ez lenne az ember küldetése? Talán nem az lenne az ember küldetése, hogy képes legyen a legnagyobb jó érdekében cselekedni? Nem ez lenne? Nem ez lenne a küldetése, hogy tegyen önmagáért, a családjáért, másokért, az emberiségért, az élő lényekért, az élettelen dolgokért? A tudás fejlődéséért, a szellemiség fejlődéséért, a tudat fejlődéséért, és a gazdánkért, a teremtőkért. Akik felettes lényeink. Több, mint a főnököd, a teremtőd. Jóval. Százszor, ezerszer fontosabb lény, mint a főnököd. És vajon hallgatsz a teremtődre? Nem a főnöködre, a teremtődre. A főnöködre biztos, muszáj. Tehát ennek az emberiségnek a kísérlete az a következő.
a Földön aranykornak kell lennie, ugyanúgy, mint a másik kísérleti telepen. Az is egy bolygó. Ugyanúgy. Aranykornak kell lennie. Méghozzá 2035-re. Mindössze 13 év múlva. Gondold végig, az utóbbi 13 éved milyen gyorsan telt el. Vajon ez a következő 13 év is el fog telni legalább olyan gyorsan? Azt tudod, hogy minél idősebb egy ember, látszólag annál gyorsabban telnek az évek. Miért? Mert annál kisebb része egy év az életének. Tehát gondold végig, egy egyéves embernek az egész élete az egy év. Egy 80 évesnek meg az egy 80-ad része. Érted? Ezért látszatra sokkal gyorsabban telnek az évek az idősödő, tehát minél idősebb embereknél. És ezt fogod tapasztalni te is, ahogy ugye telnek, múlnak az éveid, hogy mintha egyre gyorsabban telnének, múlnának az évek. Pedig azok nem telnek gyorsabban, csak ahhoz képest telnek gyorsabban, ahány évet már leéltél. Világos ez? Jó, tehát, de mi kell ahhoz, hogy aranykor legyen? Olyan emberek sokasága, akik képesek arra, hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék. A problémáikat megoldják, illetve megelőzzék. Képesek legyenek célokat elérni. És az emberek és az élet jobbítására, lelki fejlődésre. Képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Sőt, együttműködve élni. Mert ez a feltétele az aranykornak. Ez a feltétele. Aranykornak kell lennie. Ahol az emberek erre képesek, amit felsoroltam. És ahhoz, hogy az ember képes legyen élethelyzetek helyes kezelésére, problémák megoldására, megelőzésére, célok elérésére, képes legyen az ember arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen, együttműködve éljen, ez nem kellene tanulni? És akkor ezzel kapcsolatban tudjátok, azt tapasztaltam, hogy de nem mindegy, hogy hol tanul az ember. És nem mindegy, hogy mit tanul az ember, az sem mindegy. De inkább úgy mondanám, hogy mit tanul és hol tanul. Tehát mit tanul és hol tanul. És azon túlmenően az sem mindegy, hogy képes-e vajon a tudást ott, ahol tanul, és azokat a tudásokat, amit tanulja, képes-e használni. És ha jobban megfigyelted az életedben, egy ember akkor képes a tudást használni, hogyha van olyan terep, terület, amin gyakorolhat az ember, amit használhat. Érted? Tehát most gondold végig, hogy mondjuk tudással rendelkeznél, vagy már esetleg rendelkezel. És maga a tudás az meddig marad meg benned, ha nem gyakorolsz? És akkor kérdezném, hogy kin fogsz gyakorolni? Tehát kellene valami olyan terep, ahol gyakorolsz, nem? De hát most miről beszéltem? Élethelyzetek helyes kezelése. Ez gondolom nem az állatokra vonatkozik, nem? Hanem az emberekre. Tehát
nem feltételezzük azt, hogy ezt a tudást az állatoknál használnánk. Nem? Vagy itt van, hogy problémák megoldása, illetve megelőzése. Nem valószínű, hogy ez a növényekre vonatkozik. De az állatokra sem valószínű, nem? Hát ez is biztos az emberekkel kapcsolatos, nem? Hát hogy egy célokat megvalósítson. Gondolom nem arra gondoltál, hogy a kutyád megvalósítsa a céljait, nem? Vagy a macskád. Hanem itt is valószínűleg emberekre gondolunk, nem? Vagy hogy mondjuk szeretetben, békében és boldogságban együttműködjenek. Hát nem a galambok, nem? Hát a galambok amúgy is együttműködnek. Azokat nem kéne erre tanítani, nem? Tehát ez nem vajon az emberekre vonatkozna ez mind, amelyik itt van? Gondoljátok végig. Ami annyit jelent, hogy hol fogsz gyakorolni, ha nem az embereken? A kutyádon? A macskádon? Növényeken? Vagy kiken? A hozzátartozóid? Rokonaidon? Barátaidon, akik ismernek ahány éves vagy szinte azóta? És akkor mi van azzal, hogy senki nem lehet profit a saját hazájában? Mi van azzal? Én szerintem, ha akarsz, gyakorolhatsz a barátaidon, hozzátartozóidon, de hamar kudarcot fogsz vallani, az hód biztos. Hát ki kellene gyakorolni? Hát azokon, akik nyitottak arra, hogy gyakorolj rajtuk. Érted? Jelentkeznek, mondjuk azt is lehetne mondani, itt vagyok, gyakorol, hogy gyakorolj rajtam. Ezt úgy hívják, hogy csapat. Képzeld el, valaki elvégezné a mondjuk a foci edző tanfolyamot, iskolát, és akkor azt mondaná, hogy hát most gyakorolni azt, hogy jó foci edző legyek, hát hazamegyek és gyakorolnék a kutyán, a macskán, a növényeken, érted? Vagy netántál home office-ba, érted? Gyakorolna. Ez jó. Ha az most sikerül, akkor az emberek. Hát gondold végig, vajon abból az edzőből valaha jó edző lenne? Hát most gondold végig, egy edző, amikor elvégzi az edző tanfolyamot, az edzőképzést, mindegy, tök mindegy, minek nevezzük, hát először nem azt mondják, hogy itt van a világ legjobb csapata, gyere oda hozzánk. Vagy így szokták csinálni? Hanem valami kutyaütő, mit tudom én, milyen csapathoz elhelyezkedik, nem? Mit tudom, MB32-es valami csapat, érted? Nem MB1, hanem MB32. És akkor ott bizonyít először, nem? Majd mikor bizonyított, akkor egy előkelőbb csapathoz jut. Majd még előkelőbb. Azt lehet, hogy utána a világ legjobb csapatánál lesz edző. De embereken gyakorol, nem állatokon, növényeken, és képzeljétek el, nem is otthon a családon. Nem a családdal focizik otthon, és mondja, hogy itt vagyok edzőként, mert most kijártam az iskolát, és rajtatok akarok gyakorolni. Vagy így van? Gondold végig. Hát ez nem tudom, miért olyan furcsa, hogy embereken kellene valamit gyakorolni, ami emberekkel kapcsolatos. Ez pedig mind emberekkel kapcsolatos, vagy nem? És hogy,
hol találsz olyan helyet, ahol lehetőséged lesz embereken gyakorolni? Tehát itt van például a legelső, hogy emberi, illetve a második, emberismeret. Hogy gyakorolhatsz emberismeretet? Hát ha tanulsz, és vannak módszerek, és elkezded az elsővel, nem a harmadikkal kezdesz, mert a harmadikkal nem tudsz kezdeni, mindig az elsővel tudsz kezdeni, gondold végig. Ha azt mondod, jó, majd elkezdem a harmadikkal, érted? Akkor sose fogod elkezdeni. Mert harmadikkal soha sem fogsz tudni elkezdeni semmit. Mindig az elsővel kezded. Ami azt jelenti, hogy harmadikkal kezdenél, az lesz az első. Érted? Tehát elkezded az elsővel. Vagy jól csinálod, vagy nem. Miért szerinted az edző rögtön kiáll, és kiárta az iskola, edzőiskolát, és rögtön bajnok csapatot farag belőle? Abból a csapatból? Hát ki van csukva? Hát ki van csukva? Hát lehet, hogy éppen kieső lesz, nem? És lehet, hogy következő évben nagy nehezen visszakerültek abba a csoportba, ahonnan kiestek előtte évben. Mert már ugye kicsit több lett a rutinja. Szóval a lényeg az, hogy honnan lesz csapatod? Tehát most gondold végig, van olyan, mikor az edzőnek azt mondják a foci csapatnál, hogy jó, akkor most szervezze meg a csapatját. És tudod, mit csinál? Megvesz játékosokat. De úgy, hogy először beszélni kell velük. Hogy jönnél-e ide játszani? És te jönnél-e ide játszani? És te jönnél-e ide játszani? Érted? És létrehoz egy csapatot. Vagy berakják egy csapatba, és azt mondja, hogy ezekkel a játékosokkal? Hát ebből életben nem lesz jó csapat. Érted? Hát mi lenne, hogyha rám bíznátok, hogy keressek embereket a csapatban? Mondja az edző. Hát ez így működik. Érted? Tehát, hogyha te jóvá akarsz valamiben válni, ember és életismeretben, vagy problémák megoldásában, megelőzésében, célok elérésében, emberek élet jobbításában, lelki fejlődésben, szeretet, béke és boldogságban való együttműködésben, hát akkor gyakorolni kell, nem? Embereken, nem? És itt van egyetlen lehetőségként a bolygón, hogy ilyen dolgokban gyakorolhatsz. Itt nálunk. Nem kötelező a gyakorlás, hanem lehetőség. Szervezhetsz csapatot, ami úgy néz ki, hogy a tanulóidból lesznek a te általad szervezett csapat. Érted? És nincs meghatározva, ez nem olyan, mint a foci csapat, hogy na akkor kell 11 játékos, meg mondjuk 8 tartalék, vagy 9, és akkor 20 főből megvan a csapat. Ez nem úgy néz ki. Neked akár lehet 600 tanulód is, vagy 6000 tanulód is. Érted? De mondjuk szerintem 60-at így meg tudnál csinálni. Ami azt jelenti, hogy mégis tudna lenni 6000 is. Honnan? Mert azoknak a 60-nak is lehetőségük nyílik arra, hogy szervezzenek saját csapatot. Mintha az edző a focistáknak azt is tanítaná, hogy hogyan legyenek jó edzők. Érted? Tehát ne csak jó focisták, hanem hogyan legyenek jó edzők. És amikor a focista kiöregszik, akkor lehetne edző automatikusan. Érted? Csak ezt még ott nem találták föl. A fociban. Meg a sportban.
Hát mert képzeld, akkor mi lenne az iskolákkal, ha föltalálták volna. Szóval lényeg, hogy hol fogsz gyakorolni? Itt nálunk lehet gyakorolni. Akkora csapatod lehet, amekkorát csak el tudsz képzelni. Érted? Egyetlen akadálya van annak, hogy mekkora lesz a csapatod, a fantáziád. Hogy ilyen picike a fantáziád, vagy esetleg jó nagy a fantáziád. Hm? És ugye azon kívül miért jól van csapatod? Ugye mi úgy nyújtunk képzéseket, hogy vannak díjmentes képzéseink, és vannak nem díjmentes képzéseink. A nem díjmentes, az fizetős, ami azt jelenti, hogy bárki által megfizethető áron nyújtjuk azt a képzést, de az értéke az többszöröse annak, körülbelül tízszerese annak, mint amennyibe kerül. Azért, hogy bárki által megfizethető legyen. És ez a tandíj, ami bejön minden tandíj ide a szervezethez, annak jelenleg mennyi a 76%-a? Ha jól emlékszem, igen, a 76%-a az kifizetésre kerül azok közt a tanulók között, akik szervezik a tanulókat. Csapatot szerveznek, úgy is mondhatjuk. Oké? Tehát ez a szervezés nem kötelező, ez egy lehetőség, amivel élhetsz, vagy nem, te dolgod. De nem találsz még egy olyan szervezetet, amely a bevételeinek a 76%-át kifizeti jutalékként. Kereshetsz a bolygón még egyet, de nem fogsz találni. Oké? Maradjunk ennyibe. Ami azt jelenti, hogy én mindig azt láttam, hogy azok tudnak igazán fejlődni, akik a gyakorlási lehetőséget, magyarul az emberek szervezését is igénybe veszik. Ami nem kerül több pénzbe, nehogy azt itt, az benne foglaltatik a tandíjba. Tehát az neked nem egy plusz, hogy te szervezel tanulókat, hanem pont jutalékot jelent számodra, ha szervezel tanulókat. És ez minden egyébként le van írva a weboldalon, és utána tudsz nézni, még akkor is, hogyha nem vagy tanuló ezeknek a részeknek. Tehát itt van egy feladat, mondom még egyszer. Ha az emberiség nem teljesíti az, amit ért ezt a kísérletet elindították, akkor nincs szükség úgy unblock erre az egészre, se az emberiségre, se erre a bolygóra. Tehát ez olyan, mint mikor fogják, van egy kísérleti laboratórium, érted? És van egy másik kísérleti laboratórium, és mind a kettőben ugyanazt a kísérletet indítják el, csak különböző társasággal, különböző kutatókkal. És van egy célja annak a kísérletnek, hogy mit kell kikísérletezniük. Tehát nem csak ott vannak, hát kísérletezgessünk. Hát, hogy mit kell kikísérletezni. És ha valamelyik nem jut el oda, hogy az a kísérlet sikeres legyen, ami mit tudom én hány kísérlet után tud oda jutni, hát gondoljátok végig, hogy Edison hányszor kísérletezett az izzólámpával. Jó, tehát ha a kísérletet ugye befejezték, az azt jelenti, hogy fogják és becsukják a laboratóriumot. Érthető ez? Mert már nincs szükség rá. A másik csoportnál is, amelyik nem oda jutott a kísérlet végeredményével, hát akkor azok, amit csinálnak, hát nyilván nem ugyanazt a lóvét fogják megkapni, mint akik sikeresen
csinálták a kísérletet, azt tuti. De azt a laboratóriumot is becsukják, nem mondják azt, hogy jó, de hát kísérletezzetek tovább. Miért kellene tovább kísérletezni, mikor már az egyik helyen a kísérlet befejeződött, érted? És azt az eredményt érték el, amit szerették volna. Tehát én azt mondom neked, hogy örülj, hogy élsz, örülj, hogy luk van a popsidon, érted? És tedd a dolgod, hogy minél gyorsabban fejlődj. Az és tedd a dolgod, hogy minél több embernek adj lehetőséget a fejlődésre. Oké? Mert még egyszer mondom, egy ember akkor tud fejlődni, ha van kín gyakorolni. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönjük szépen ezt a fantasztikus első részt Szedlacsik Miklósnak. Hát én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne sokat gondolkozzon, belevágunk a közepébe. Kezdj el a képzést, próbálja ki. Semmilyen kötelezettséggel nem jár az, hogy ide jön tanulni. Nézheti otthonról, ugye a weboldalunkról élőben a képzéseket. Tud érintkezni PPH-s vezetőkkel, választhat magának mentort. Mi kell ennél több, hogy jó legyen egy tanulás? Aztán ugye, amikor arra adja a fejét, szervezhet is embereket, és lehető is vezető. Hogy mi kell hozzá? Én azt mondom, hogy az a rendszeresség, ami itt nálunk van a PPH-ba, hogy itt minden szerdán, minden vasárnaponként képzés van, és mint ahogy Miklós említette, itt valóban megvan az a lehetőség, ha itt tanulunk, fejlődünk, csapatunk van, és ha már lesz csapatod, van csapatod, akkor az valóban azt fogja adni az igazi fejlődést, ami tényleg, amire halad a világ, azt látjuk, hogy az nem fogjuk tudni elkerülni a szellemi fejlődésünket. Vagyis, hogyha elkerülöd, akkor szoktam mondani Miklós, hogy nagy bajban leszel. És ez valóban így van. Mind az életedre tekintve, mind a világban, hogy boldoguljunk, tudásra van szükségünk. Mindig azt szoktam mondani, hogy mai világban legnagyobb hatalom szerintem a tudás. És avval tényleg tudunk boldogulni, mindavval a tudással, amit itt tényleg valóban most nem volt kivetítve, ez a 10 életterület, ebben benne van önmagunk, a család, a gyermeked, a szüleid, a munkád, a pénz, a feleséged, a párkapcsolat, a férjed. Igen, igen. Tehát nagyon veszélyes tud lenni, észrevetétek már? Az asszonyon nem tudsz bánni. De? Tényleg? Szóval tényleg ezek az életterületek, mi is megtapasztaltuk itt, hogy sokan nem is gondoljuk szerintem, hogy mennyire fontos, hogyha ezeket nem működtetjük, és hogyha ezek nem jól mennek, nem jól működnek, az mindenre kihat az életünkben. És ez nagyon fontos, hogy jól tudjuk kezelni, és valóban, hogy olyan tudást kapjál, amit be tudsz építeni, mint ahogy mondtam is az első és részben, használható, és használható. Mi voltunk rengeteg képzésen, és egyszerűen oké, feltöltöttünk, elmondták, hazamentünk, és egyszerűen nem tudtuk beépíteni. És így utólag már azt is látom, hogy valóban tényleg nagyon fontos az, hogy a gyakorlási lehetőség, hogy azt hogy is működtetem én, vagy hogy bánjak én tényleg akár a munkahelyemen a munkatársakkal. Itt arról is megkapjuk a tudást, vagy tényleg akármi. Tehát nagyon fontos a gyakorlási lehetőség. És valóban itt az a jó egyébként, hogy mint ahogy mi is ide jöttünk, mi nem gondoltuk azt, hogy ilyen mélyen belemerülünk. Se a szervezés nem volt szándék, se így az, van. Hogy mi itt szerepeljünk színpadon, abszolút semmilyen. Így van. Tanulni akartunk. És ez a tanulás hozta azt, hogy egyik az, hogy azt, hogy átadjuk ezt minél több embernek, azt a tudást, ami itt van, azt a lehetőséget, ami itt van, és higgyétek el, hogy el kell jönni, meg kell nézni,
meg kell tapasztalni, milyen Szedlacsik Miklós, mi az, amit kapunk, milyen a közösség, és utána döntsetek. De én azt mondom, ne húzzátok sokáig, mert tudás nélkül nem fogunk tudni boldogulni a jövőben. Még beszélnénk kicsit a, ugye az anyagi részről volt szó, nem volt kimondva, ugye? Hogy mennyi a képzés. Mert még a tanulók közül is azt gondolják, hogy mennyit a tandíj, úristen, nem merik elmondani élőben, hát. Mi néztünk, pont a múltkor volt a kutyakiképzésre, mennyi egy kutyakiképzésre, több 100 000 forint. Ehhez képest ugye egy ember akadémiában, ami világszínvonalú, és az egész világon hallgatható, az első hónap képzés az 19.700 forint, az 660 forint per óra. És a második hónaptól pedig 9.800, ami 330 forint per óra. Ugye itt is van egy ilyen kettőség, hogy van, aki azt mondja, úristen, mennyi. A másik meg azt mondja, gyanús, hogy ilyen olcsó. Mert akkor osszátok be magatoknak, hogy nem tudok már jót tenni mindenkinek, akkor mit lehet mondani, hogy tényleg, miért ilyen olcsó? Hát, hogy mindenki ez eljusson. Ezért csináljuk így. És ugye, amit mondott a Szedlacsik Miklós, hogy a 76%-át ő visszahozza a tanulóknak, a nagy harácsoló Szedlacsik Miklós, neki marad, mennyi, 24% bruttóba, csak úgy mondom. Nem nettóba, bruttóba. Micsoda lóvé maradott, igaz? Úristen. A többi ki van osztva az embereknek. És mindenki tisztességesen leadózza, mert itt minden jogszabály be van tartva. Én ilyen tiszta helyen még nem találkoztam, szerintem ez a legtisztább munkahelyem ebben az életemben, ezt lehet mondani. Szóval mindenkinek azt tanácsolom, próbálja ki. Avval kezdődik, hogy elkezded nézni az előadásokat, és ha látsz magadban fantáziát, akkor csináld tovább. Hogyha látsz bennem fantáziát, akkor utánozzál, vagy utánozza Miklós, vagy aki szimpatikus, aki már csinálja a vezetést. És belőled ugyanez lehet, kialakulhat belőled. Olyan dolgok jöhetnek ki belőled, amit el sem bírsz képzelni, de a Szedlacsik Miklós már látja. Az a jó dolog, meg a vezetők látják benned. Számtalan szó tesznek olyan kérdéseket a tanulóink, hogy én látom el, hogy figyelj csak, én látom magamat benned, az mit jelent? Hogy te azt meg tudod csinálni, hogy én ezt el tudom képzelni, róla, hogy ül otthon így. Hogy ő ezt így meg tudja csinálni, még egy reklámot nem osztok megmondom, hogy igen, látom benned. Hú, komolyan mondom, persze. Ki az, aki akadályoz? Téged? Hát te. Senki más. Na, próbáljátok ki. Köszönjük szépen. Most ugye lesz 25 perc szünet? 30 perc szünet. Utána kezdődik a elnyomás feladó coach kérdés, ami szerintem egy unikum a sok témában. Mindenkinek kellemes szünetet kívánok. Nem soká találkozunk. Köszönjük szépen.